Sziasztok! Néhány héttel ezelőtt érkezett egy olyan kérés, hogy meséljek arról, hogy én hogy kerültem Kanadába. Ez volt a kérdés, hogy hogy kerültél Kanadába. És mivel ma reggel mínusz 32 fok volt a szélerővel együtt, ezért úgy döntöttem, hogy mivel beállt a nagy kanadai tél, ezért így karácsony előtt akkor ma erről mesélek nektek, bár igazából nem szorosan függ össze az angolos témákkal, de valamilyen szinten azért mégis hiszem rólam szól, és ezért egy kicsit többet fogtok megtudni arról, hogy én miért is csinálom azt, amit csinálok, és hogyan kerültem ide, és hogyan alakult ez a helyzet ki tulajdonképpen. Tehát én jelenleg majdnem egy éve vagyok Ottawában, és előtte voltunk egy kicsit Magyarországon, és előtte pedig Torontóban laktam 3,5 évet. És ha néztek ugye régebb óta a videóimat, akkor tudjátok, hogy ugye Torontóban töltöttem több időt, és még kevesebbet itt Ottawában. Ugye Ottawa Kanada fővárosa, Torontó pedig a Ontario-nak a legnagyobb városa, tehát Torontó jelentősen nagyobb, mint Ottawa, és sokkal inkább ilyen nagyvárosi érzést kell, tényleg egyre forgalmasabb, tehát most már azt mondják, hogy kezd hasonlítani ahhoz, ahogy New York így felfejlődött, mert ugye ezek a jelentős cégek megjelennek Torontóba, stb. Tehát Torontó egy ilyen nagyon dinamikusan fejlődő város, míg Ottawa ugye egy kormány által dominált, nagyon szépen karban tartott város, de sokkal kisebb. Ez is fejlődik, de kisebb, mint Torontó. És éppen ezért, hogy nekem Torontóval van kapcsolatban sokkal több élményem, és ez a történet oda is fog visszanyúlni, illetve az lesz az egyik fő téma, hogy én ugye hogy kerültem Torontóba, mert odaérkeztem meg először. Tehát úgy kezdeném ezt az egész sztorit, hogy néhány évvel ezelőtt ugye én Budapesten éltem, én Budapesten születtem, és igazából mindig is ott éltem, illetve pontosabban Budán. És akkor is néhány évvel ezelőtt Budán laktam, és én már akkor is évek óta foglalkoztam, az angol tanítással foglalkoztam, akkor nem online még, hanem élőben. Elsősorban ilyen multinacionális cégeknek dolgoztam, illetve magántanítványokkal is foglalkoztam. És Budán egy nap megismerkedtem valakivel, egy sráccal, aki Kanadából származott. És ugye ő az, aki aztán a férjem lett, tehát megismerkedtem vele, és aztán mi ott találkozgattunk rendszeresen, és egy idő után össze is költöztünk ott Budán. Ő akkor egy kanadai cégnek, de Magyarországon dolgozott egy határozott időtartamig, és akkor abban az időben mi úgy Európában elég sokat utazgattunk, ugye felfedeztük, mert ő akkor egyáltalán nem ismerte Európát, az volt az első alkalom, illetve Magyarország volt az első európai ország, amit meglátogatott, illetve ott is élt, nem csak meglátogatta. És aztán, amikor ez a munkaprogram befejeződött számára, és vissza kellett jönnie Kanadába, akkor én ott maradtam Magyarországon, és azt beszéltük meg majd, hogy ha úgy alakulnak itt az ő körülményei, akkor én utána jövök. És akkor 9 hónapig volt ő itt Kanadában, amíg egy csomó dolog történt, tehát ő egy új állást kezdett el először itt egy teljesen másik állást, mint amit előtte csinált, én pedig otthon továbbra is csináltam a dolgomat, tehát végeztem a munkámat. Most rólam azt még érdemes tudni, hogy én nem csak ezzel foglalkozom, illetve azóta több dolgot is megtanultam, de alapvetően én fitness edzősködéssel is foglalkoztam, akkoriban spinning edzőként is. Tehát, hogy nekem a fitness meg az angol, ez a két téma, ami így professzionálisan dominál legjobban az életemben. És tehát, hogy én továbbra csináltam otthon a munkámat, ez egyébként egy nagyon nehéz időszak volt azért, mert ugye azért 9 hónapig éltünk úgy, hogy igazából csak e-mailben
tartottuk nagyon a kapcsolatot, mert hetente egyszer tudtunk beszélni, az időeltolódás, meg ugye amiatt, hogy nagyon elfoglalt volt ő is, és hát én is, de ő nagyon-nagyon elfoglalt volt. És aztán 8 hónap után küldött nekem egy e-mailt egy repülőjeggyel, hogy akkor én jöjjek Kanadába, és akkor megérkeztem márciusban Torontóba, ami úgy történt, hogy igazából én csak akkor kértem egy ítélt, ami ugye ez az elektronikus beutazási engedély, és akkor megérkeztem Kanadába. Visszajegy nélkül, alapvetően mert nem tudtam, hogy visszamegyek-e, illetve hogy mikor megyek vissza, amiből így a reptéren, illetve a customs-nél volt egy kis probléma, mert ugye kellett magyaráznom, hogy nekem miért nincs visszajegyem, ezért szoktam mondani nektek, hogyha látogatóban jöttök Kanadába, vagy egyáltalán jöttök, akkor mindenképpen legyen visszajegyetek, hogy ez ne legyen probléma. Tehát megérkeztem Kanadába, és nagyon-nagyon-nagyon szuper volt. Akkor kibéreltünk egy lakást, ahonnan én aztán később elkezdtem videózni, tehát onnan láttatok felvételeket. És akkor én átváltottam, tehát két dolog történt egyébként, ugye otthon nekem volt egy cégem ezzel az angol tanítás profillal, és akkor egyrészt én felvettem másokat, akik tanárokat, akik tovább végezték az én munkámat ott, illetve én elkezdtem online órákat adni. És aztán szépen ugye megismerkedtem így a kanadai élettel. Mi Torontónak a nyugati város részében laktunk, és hát akkor ugye én úgy érkeztem meg, hogy nem ismertem senkit a barátomon kívül, de szerencsére mondjuk én az a típus vagyok, aki ugye azért igyekszik magát találni. Hála jó Istennek az angolnál nem volt problémám. Tehát ugye, ahogy említettem, nekem a fitness a másik vonal, és azért én elkezdtem rögtön edzőterembe járni, és nagyon hamar összebarátkoztam emberekkel, és akkor kialakult egy ilyen kisebb baráti köröm. És akkor ennek következtében így hamar megkértek olyan dolgokra is, például, hogy segítsek ki fitness órákat adni, meg hasonlók, akkor kezdtem el kettlebellezni, tehát abba is így belekezdtem, és ez nagyon szuper volt, tehát tényleg nagyon jó fejemberekkel ismerkedtem meg, akikkel mai napig barátságban vagyok, tényleg nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen jó fejemberekkel sikerült megismerkednem. És akkor én továbbra is ugye otthonról dolgoztam. Aztán amikor megérkeztem, utána mi beadtuk ezt az úgynevezett, amiről készítettem egy videót, ezt az úgynevezett sponsorship application. Sponsorship application, ez különböző helyzetekre vonatkozik, az egyik a házastársi, a másik, hogyha együttélésről van szó, és abban az időszakban mi ugye, mint együttélő páradtuk be ezt, aztán vártunk a fejleményekre, sajnos ezzel itt történtek problémák, amivel most nagyon részletesen nem akarok belemenni, de a lényeg az, hogy aztán nekünk ezt újra be kellett adni ezt az egészet, és addigra mi már összeházasodtunk, úgyhogy tulajdonképpen másodszor, amikor beadtuk, ami aztán végül is, amire meg is kaptam én a letelepedés engedélyt, az már akkor volt, amikor mi házasok voltunk. Tehát, hogy tulajdonképpen így folytak az én napjaim Kanadában, Torontóban, és éveken keresztül nem is mentem vissza Magyarországra, mert hogy pontosan emiatt ezek miatt a papírok miatt, hogyha valaki tisztában van azzal, hogy működik ez a sponsorship, akkor tudja, hogy van olyan, amit Kanadából és olyan, amit Kanadán kívülről lehet beadni, és ennek különböző feltételei vannak, nem mindegyikkel lehet utazni. Tehát, hogy én tulajdonképpen a baráti körömön keresztül elkezdtem így beilleszkedni abba a környezetbe, és Nitin pedig, a férjem pedig ugye dolgozott akkoriban egy nagy kanadai cégnek. És amit én fontosnak tartok, az az, hogy igazából szerintem, hogyha valaki egy
külföldi életbe kezd vele, akkor az egyik és talán a legfontosabb dolog az az, hogy ugye legyen fölkészülve arra, hogy először is arra, hogy vannak nehézségek, másodszor meg arra, hogy ugye minden teljesen más. Tehát azért én elég sok olyan emberrel találkoztam, akiknek nem csak hogy honvágya van, de ugye azt hiányolja, ami otthon volt, vagy azt szeretné, hogyha minden olyan lenne, és alapvetően semmi sem olyan. Tehát, hogy az természetesen itt is emberek élnek, és azért ők sem űrlények, tehát, hogy nagyon sokban hasonlítunk egymásra, de mégis azt hiszem, hogy az egyik alapvető dolog az, hogy minden más lesz, és hogy ehhez a máshoz valahogy úgy kell hozzáállni, hogy nyitottam, mert hogyha nyitottan állsz hozzá, és azt gondolod, hogy jó, ez más, akkor ez hogy van, akkor erre kíváncsi vagyok, és megpróbálom én is megtanulni. Vagy például mondok egy egyszerű dolgot, hogy nem találod meg ugyanazokat az élelmiszereket, mint otthon. És persze van egy csomó olyasmi, amit én is jobban szeretnék, ha lenne, vagy ha máshogy lenne, de ezeken a dolgokon, ugye ezek rajtad kívülálló dolgok, és ezen nem tudsz változtatni. Tehát, hogyha valaki leragadott, hogy de miért nem lehet kapni mondjuk ezt meg azt, vagy miért nem ilyenek meg olyanok az emberek, akkor akkor nem tud igazából beilleszkedni. Most a beilleszkedést én úgy élem meg, hogy ez azt jelenti, hogy komfortosan mozogsz abban a környezetben. Persze mi más habitusú emberek vagyunk, mint az észak-amerikaiak, én magam is, tehát hogy van egy csomó olyan dolog, ami egy kicsit idegen marad, legalábbis, hogyha már mondjuk felnőtt korodba mész külföldre, de szerintem nagyon sokat jelent az, hogy egy kicsit egy más környezetben megpróbálod magad, és egy csomó olyan dolgot felfedezel magadban, amit eddig nem tudtál potenciálisan. Tehát ez például lehetséges, vagy az, hogy megismersz új embereket, és akkor nem csak, hogy róluk nagyon sokat megtudsz, de magadról is megtudsz egy csomó mindent, mert ők mások, mint akikkel együtt voltál eddig. És ahogy ugye a legutóbbi videómban is említettem ezt, hogy ez a komfortzónából kimozdulás, ez egy nagyon, nagyon lényeges dolog. Szóval summa summarum, aztán a második ilyen PR applikációval, vagyis jelentkezéssel én megkaptam a 5 hónap után megkaptam a PR státuszomat, ami azt jelenti, hogy permanent resident, tehát hogy ez ugye úgy működik, hogyha valaki Kanadában szeretne tartósan lenni, erről is már beszéltem, akkor ugye ennek többféle módja van, hogy lehet itt tartózkodni. Egy magyar állampolgár 6 hónapig tartózkodhat Kanadában mindenféle vízum nélkül, de úgy nem dolgozhat alapvetően. Tehát, hogyha te dolgozni szeretnél, akkor munkavállalói vízumra van szükséged. Ez a videó, ez nem egy ilyen bevándorlási tanácsadás szeretne lenni, tehát most megint ebben nem akarok belemenni, de a lényege az, hogy ha tartósan itt szeretnél lenni, akkor ugye az egyik az, hogy tartózkodási engedély kell, tehát ha 6 hónapon túlmaradsz, akkor tartózkodási engedély kell, a másik, hogyha dolgozni szeretnél, vagy iskolába járni, ugye ahhoz is különböző engedélyek kellenek. Tehát az én engedélyem, ez a végsősorban ez a PR, aztán már tulajdonképpen mindenre feljogosít, amire egy állampolgár jogosult, kivéve azt, hogy nincsen, tehát hogy az útlevelem az továbbra is magyar útlevél, illetve azt, hogy nem szavazhatsz. És ez a PR, ez egy időszakos dolog, tehát hogy neked ez a kártyád, ami olyan, mint az amerikai zöld kártya tulajdonképpen, ez x évre, 5 évre egyébként érvényes. Tehát, hogy utána ez lejár. És akkor vagy meghosszabbítod, aminek azért van egy-két feltétele, hogy bizonyos időt Kanadában kell töltened. Tehát azt nem teheted meg, hogy megkapod ezt a kártyát, és akkor elköltözöl valahova máshova, egyáltalán nem vagy Kanadában, és akkor úgy nem tudod meghosszabbítani, de hogyha meghosszabbítod, akkor tulajdonképpen nagyon sokáig, talán időtlen időkig is hosszabbíthatod ezt a PR kártyát, hogyha nem szeretnél te már a státuszodon változtatni, de azért a legtöbben azt csinálják, hogy amikor eltelik az a megfelelő idő, és folyamodhatnak, akkor folyamodnak állampolgárságért. Tehát, hogy semmiképpen sem úgy van ez a dolog, ahogy nagyon sokan gondolják, hogy valaki hozzám megy egy kanadai állampolgárhoz,
vagyis megházasodik vele, akár ugye a férje, akár a feleség, és akkor automatikusan kap valami, kap állampolgárságot. Hát ez igazából ez olyan távol áll a valóságtól, amilyen távol csak lehet, egyáltalán nem, automatikusan semmit nem kapsz. Tehát attól, hogy egy, mondjuk egy kanadai, de ez egyébként igaz Amerikára is, tehát attól, hogy a házastársod annak az országnak az állampolgárától, te automatikusan egyáltalán nem kapsz semmit. Hanem itt úgy van, hogy ugye sponsorship, tehát hogy tulajdonképpen téged szponzorál a partnered, de ez nem kell házasnak lenni, tehát akkor is, hogyha együtt éltek, lehet, és akkor is lehet, hogyha házasok vagytok, és akkor ő téged szponzorál, és úgy kaphatod meg a PR státuszodat. Viszont az állampolgárságattól ettől még nagyon messze van, és az más feltételekhez is kötött, tehát hogy ezt így kell körülbelül elképzelni. Tehát tulajdonképpen én így kerültem, úgymond Kanadába. Én Magyarországon is ugyanezzel foglalkoztam gyakorlatilag, tehát ugye, ahogy elmeséltem, nekem az angol az tényleg az életem szerelme, és azért, tehát, hogy azért dolgozom, hogy mások is ugyanúgy hozzájuthassanak és megértessék azt, hogy ennek a nyelvnek igazából az elsajátítása, mondjuk így, hogy nagyon komfortosan beszélj angolul, és funkcionális legyen a tudásod, az egészen megváltoztatja az életedet. És ugye visszagondolván az én életemet alapvetően megváltoztatta, hiszen az eseményeknek a 90%-a nem történhetett volna meg, hogyha én nem beszélem így ezt a nyelvet, illetve hogyha nem állok úgy hozzá a dolgokhoz, ahogy hozzáálltam. Még azt hozzá kell tennem, hogy ugye azt tudom, hogy mindenkinek mindenről van véleménye, főleg amikor valaki más történetét látja vagy hallja, akiről valójában nem tud semmit, csak azt az iciri-picirit, amit mondjuk videókban lát. Tehát, hogyha bármilyen mondani valótok van, így hozzászólások terén, vagy kérdéseitek vannak, akkor azt szívesen várom, de azt azért azt tudjátok előre, hogy bármilyen gonoszkodást, meg bármilyen rossz indulatú kommentet, azt automatikusan le fogom törölni, és le is tiltom az illetőt, mert hogy ugye ez egy személyes dolog, amit megosztottam, és igazából egyáltalán nem vagyok kíváncsi semmilyen negatív véleményre. Azt hiszem, hogy az, hogy én itt élek, az egy nagyon-nagyon összetett dolog. Az biztosan, aki gondolkodó ember, az tudja, hogy rengeteg-rengeteg dolgot kell elfogadni, és rengeteg nehézségen kell átmenni, hogyha valaki kiszakad a saját környezetéből. Tehát, hogy csak alapvetően annyit említsek, hogy én mondjuk az édesanyámat mondjuk évente egyszer-kétszer látom, azért vagy egyáltalán a családomat, a testvéremet, tehát hogy ezt elfogadni, azt, hogy ilyen messze vagy és nem tudsz, még csak annyit se tudsz, hogy úgy, mint Londonból hazarepkedni, vagy az, hogy egy teljesen új környezetben meg kell állnod a helyedet, azt, hogy itt egy új környezetben, amikor megérkezel, akkor tulajdonképpen nem vagy senki és semmi, tehát senki nem ismer, és mindenképpen bizonyítanod kell kizárólag azzal, ami te vagy. Akár most én ugye ezzel foglalkozom, tehát hogy én jelenleg nem mondjuk a kanadai munkaerőpiacon vagyok, de az is nagyon-nagyon sok nehézséget hordoz. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy senki nem ítélkezhet a másikról, kívülről, és hogy úgysem, tehát hogy nem tudjuk, hogy a másik életének az apró részleteit, de én ezt az egészet igazából azért meséltem el, mert tudom, hogy van, aki kíváncsi rá, és tudom, hogy úgy kerek a kép, hogy látjátok a videóimat, és tudjátok, hogy én Kanadából videózok. De tulajdonképpen arra a potenciálisan felmerülő kérdésre, hogy miért Kanadában élünk, nem nagyon szeretnék válaszolni, mert tulajdonképpen ez egy nagyon személyes dolog, és nincs is igazi válasz rá. Azért, mert mi úgy érezzük, hogy az összes tényezőt figyelembe véve jelen pillanatban nekünk ez így felel meg. Hogyha arra vártok, hogy valami olyasmit halljatok, hogy mert Kanadában sokkal jobb, vagy ilyesmi, akkor hát ez biztos nem fog elhangzani. Én nem hiszek alapvetően abban, hogy valahol sokkal jobb, vagy valahol sokkal rosszabb. Hát mindenhol vannak jó dolgok, és mindenhol vannak nehézségek. És hogyha látok
olyan videókat, hogy valaki külföldi országból azt mondja, hogy jaj, itt minden sokkal jobb, hát azért azt én azért arra nem vennék mérget, mert ugye attól függ, hogy te mit mesélsz el, tehát elmondhatom csak a jó dolgokat, elmondhatom csak a rossz dolgokat, de szerintem felnőttek mindannyian tudjuk, hogy bárhol vagy is, minden nagyon vegyes, tehát nagyon-nagyon sok dolog van, ami nehéz, nagyon-nagyon sok dolog van, amit az, aki mondjuk azt mondaná, hogy a helyedben lenne, sose vállalna be, és nagyon sok dolog van, ami neked kedvező, de lehet, hogy másnak nem lenne az. Tehát tulajdonképpen ez a helyzet. Én amióta megérkeztem Kanadába, azóta egyszer voltam Magyarországon, akkor egy hosszabb ideig, tehát ugye azért ezt is vegyétek figyelembe, hogy ahhoz nem csak pénz, de ugye idő, tehát nagyon sok minden kell, hogy te haza tudjál járogatni. Tehát, hogyha ilyen messze vagy, akkor ugye ezzel is tisztában kell lenni. Szerintem, hogyha valaki ilyen messzire költözik, úgymond otthonról, akkor ezekkel előtte érdemes tisztában lenni, mert mondjuk ez tényleg nem csak egy kicsi ugrás, nem olyan, mintha Ausztriába mennél, és akkor meggondolod magad, és nagyon könnyű visszahelyezkedni, vagy visszamenni. Tehát tulajdonképpen ez az én sztorim. Én alapvetően egy zárkozottabb típusú ember vagyok, tehát hogy ezért is nem csacsogok annyit magamról, meg nem is csacsognék, mert hogy én a csatornámmal elsősorban ugye az a célom, hogy közelebb hozzam hozzátok az angolt, és az a célom, hogy megismerjétek azt, hogy ezzel a módszerrel, ezzel a szemlélettel, amit én képviselek, ezzel sokkal hatékonyabban lehet szerintem eljutni a célodig, mint hogyha csak egyszerűen magolsz, és a többi, de ebből majd, erről majd egy másik videóban is szeretnék beszélni. Tehát ezzel a videóval, itt a videó végén szeretnék nektek kellemes ünnepeket kívánni, legyetek bárhol, és kívánom, hogy a következő évben a céljaitok azok minél inkább teljesüljenek, és hogy tudjátok rájuk fókuszálni. So, happy holidays! És a legközelebbi videóban újra majd angolos témával jövök, és akkor találkozunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, hogy kíváncsiak voltatok az én történetemre. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!